Mielőtt ezt megtenném, azért engedjének meg, hogy a magáról a választmánygyűlés egészéről is néhány gondolatot mondjak. Én az elején azt mondtam, hogy nem ígérünk vért, de ígérünk izgalmas vitát. Hát amint látják ezt az izgalmas vitát, ezt át is nyújthattuk. Az elmúlt közel 3-4 órában egy nagyon komoly vita zajlott először az Orbán kormány egyéves tevékenységéről, és ehhez kapcsolódóan a Magyar Szocialista Párt teendőiről, és természetesen az előző napirend keretében is egy komoly vita zajlott a pártszavazás kiírásáról. Emlékeztetőül szeretném mondani, hogy a sajtónyilvános részben érintettük azt, hogy egyéves az Orbán kormány, amely összetételől ma már mindannyian tudjuk, hogy szakemberekből áll. Az Orbán kormány szakemberekből áll, ha jól látom, akkor társadalmi szempontból elsősorban a villanyszerelő szakmát űzik. Az emberekbe bevezették az elmúlt időszakban a feszültséget, az éléskamrákba pedig a voltot. Úgyhogy mindezen tudás alapján azt mondhatjuk, hogy ennek a kormánynak a tevékenysége, és erről fogok majd bővebben is beszélni, nélkülözi azt a társadalmi felhatalmazást, amire ezeket a lépéseket a társadalmi-gazdasági politikai rombolást tehették. Elmondhatjuk ma már, hogy nem kapott társadalmi felhatalmazást a csupán parlamenti kétharmaddal rendelkező kormány. A pedagógus nappal kapcsolatban pedig egy barátom mondását szeretném önöknek idézni, ifjúságpolitika is kiváló, összevonják az egyetemeket a bölcsödékkel, az általános iskolákkal, majd beindul a többszakos munkanélküli képzés. Az elmúlt hetek vitáját látják az oktatási ügyekről, akkor azt gondolom, hogy amit én itt állítottam, az sajnálatosan a kormányzati működésnek a napi tényszerűségét mutatja be. Az ülésen Mesterházy Attila, a párt elnöke több ponton is bizonyította, hogy az elmúlt egy év az épülés helyett a leépülést jelentette az ország életében, hogy a kormányzásra nem készültek fel csak a hatalomváltásra. A társadalmi politikájukat a párt elnöke perverznek nevezte, mégpedig azon oknál fogva, hogy amit a szegényektől elvesznek, azt a gazdagok kapják, gondoljanak csak az adó és jövedelem politikára, a 16%-os adóra, ami nyilvánvaló önmagában ezt az állítást példázza. A gazdaságpolitikát egyfajta vudu gazdaságpolitikának hívta, amely zsákutcába vezet, nem teremt fenntartható fejlődést az ország számára. Konszolidációt nem ad, nem csökkenti a munkanélküliséget, és nem segíti a munkahelyteremtést. A kormány demokrácia felfogásával kapcsolatban elmondta, hogy ez egy parlamenti diktatúrát valósít meg, mert úgy gondolják, hogy nincs korlátjuk önön hatalmuknak. A politikai stílusra pedig a cinizmus, az arrogancia, a zsarolás, a dilettanizmus és a megfélemlítés szavakat mondta a párt elnöke a felvezetésében. Azt is elmondta, hogy az MSZP jövőjéről szóló vitákat korrekt és átlátható módon kell lezárni, ezért azt javasolta, amit bizonyára már önök is ismernek, hogy a szocialisták, a Magyar Szocialista Párt június 18-án tartson kongresszust, ahol a párt jövőjéről, a pártot alapvető kérdéseiről fogunk egy érdemi vitát lefolytatni. Ha tisztességes, nyílt vitában a többség eldönti, hogy milyen pártot szeretne, azt mindenkinek tudomásul kell venni. A stratégiai kérdésekről szóló belső viták lezárását követően az MSZP pedig a saját sorsának, saját dolgainak rendezését követően az ország, az emberek mindennapjait, az országot érintő kérdésekkel tud foglalkozni. A vitában felszólók egyetértettek azzal, hogy az ország rossz irányba halad. Ma megjegyzem, minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy a lakosság kétharmada gondolja így, hogy az országban a dolgok rossz irányba mennek. És nem csak kritizálni kell a kormányzati tevékenységet, az Orbán kormányt, hanem alternatívákat kell állítani, olyan alternatívát, amely a Magyar Szocialista Párt, a magyar baloldal közösségének a kidolgozása során kerül a döntési helyzetbe. Miként lehetséges az életminőség javítása? Hogyan lehet a társadalmi békét megteremteni? Hogyan lehet rendezett körülményeket a fejlődéshez teremteni? Ezek mind olyan kérdések voltak, amik ebben a vitában elhangzottak, nem csak a pártelnöki vitaindítóban, hanem a vita során a választmányi tagok hozzászólásában. Szinte egyöntetű volt a választmányi tagoknak a véleménye, hogy nagyobb összefogásra van szükség a párton belül és a párton kívül is, azaz a Magyar Szocialista Pártnak azt a feladatát teljesíteni kell, amely a demokratikus ellenzék összefogásában egy fontos szerepet szán a magyar politikai közösség baloldalán álló szervezetünknek.
Sokan említették valós veszélyként a társadalmi érdekegyeztetés intézményének a megszüntetését, azt a lépést, amit az Orbán kormány az elmúlt 8 hónap kivéreztetését követően most már formálisan is megtett, ezzel mindegy 3-4 millió munkavállalói kör szervezeti érdekképviseletét számolja fel, és azt a válságot idézi elő, amely a munkavilágában az elmúlt 8-9 hónapot jellemezte. Ma már nincsen olyan rétege a magyar társadalomnak, amit a kormány nem lehetetlenített volna el. A mély szegénységben élőket kriminalizálják, az időskorúakat tudatosan elnyomorítják, a kilátástalan helyzetbe sodorják, a munkavilágában élőket elbizonytalanítják. Az a válság, az a változás, ami végbe ment az országban, annak a végén egy szociális válság fog állni. Szó volt az oktatásról is. Egy éve nagy hűhó folyik a semmiért, tanközeletség leszállítása, amivel mi nem értünk egyet, az iskolákból 15 évesen kikerülők sem tudnak tanulni, sem a munkavilágába bekapcsolódni nem tudnak. A kormány oktatás politikája pont azt teszi hatályon kívülé, amely azt mondja, tanulj, és akkor többre jutsz. Ez számunkra, hogy ez hatályon kívül kerül, ez számunkra elfogadhatatlan. Többen felhívták a figyelmet, hogy szükséges, ahogy azt említettem, a Fidesz kormány kritikája, de szükséges a baloldali alternatíva állítása is. És hölgyeim és uraim, néhány szót a második napirendről is szeretnék mondani. Az első napirend keretében egy állásfoglalást tett a Magyar Szocialista Párt választmánya, ezt nyilvánvaló önök is meg fogják ismerni. Néhány szót a pártszavazás napirendjéről. A választmány tagjai úgy fogalmaztak, hideg fejjel és meleg szívvel kell dönteni, hát ez a vitában végig tetten érhető volt. Jó ízű, ám de sokszor érzelmeket nem mellőző vita volt, amely az elnökség javaslata alapján az előterjesztő által támogatott módon került napirendre, ami arról szólt, hogy a kezdeményezők javaslatát, kérdésekre történő javaslatát elfogadva az elnökség azt javasolta, ezt az előterjesztőként a pártelnöke elmondta, hogy a választmány fogadja el a pártszavazást, és induljon el a Magyar Szocialista Párton belül ennek a demokratikus formának az üzemeltetése. A kérdések elfogadásához, mert egy vita volt, miért önök megkérdezik, 50% plusz egy fő szavazás, és a ti egyenlőség a pártszavazás kiírásához, elfogadásához pedig a választmánynak a kétharmados többségének az egyetértése volt szükséges. Miért megkérdeznék, elmondom, hogy a vitában felszólalt Gyurcsány Ferenc is, aki kijelentette, hogy a tiszta helyzet megteremtése érdekében és nem pártelnöki poszt reményében kezdeményezi a pártszavazást, semmiképpen nem lenne ismét a párt elnöke, mondta el a vitában Gyurcsány Ferenc. Arra biztatta a párttagokat, hogy mondjanak véleményt, vegyenek részt a szavazáson, mert ha nemet mondanak minden kérdésre, az is tiszta helyzetet teremt a párton belül. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy ennek a pártnak baloldalinak kell maradni, és a vitát, a politikai viták az nem önmagában csak az MSZP, hanem a magyar baloldal ügye. Gyurcsány Ferenc azt kérte, hogy támogassa a választmány a pártszavazást. A választmány nagyon sok tagja hozzászólt, a vita a pártszavazásról, a pártszavazás által feltett kérdésekről, és sok olyan kérdésről is szólt, aminek a megválaszolása, feldolgozása joggal igényli azt a kongresszust, amelynek a bejelentését az elején a pártelnöke tette meg, amely bejelentés mögött egyébként az országos elnökségnek az egyöntetű támogatása áll, és a vitában nagyon sok választmányi tag is egyértelművé tette, hogy örül annak a kezdeményezésnek, ami az előttünk álló alapkérdéseknek egy kongresszuson történő megvitatását teszi lehetővé. Ezt követően a vitát az elmúlt percekbe zártuk le, és a választmányt szeretném önöknek mondani, hogy a szükséges többség biztosításával kiírta a pártszavazást. Kiírta a pártszavazást időben 2011. június 22-e és 28-a között. Most ebben a pillanatokban zajlik az a napirendünk, amely az alapszabályunk koncepciójáról szóló vita jelenlegi állásáról szól, egy tájékoztató. Itt két elemet emelnék ki, ami új elem, és az előzetesen megismert írásos anyagban is szerepel. A koncepció támogatja az internetes közösségek felé a párt kinyitását, támogatja az internetes belépés lehetőségét a netes közösségek részéről, egy a neten keresztüli kapcsolódást, egyfajta új működést, újfajta szervezeti együttműködésnek az elindítását.
Ezen túl ez a javaslat támogatja azt is, hogy szigorítsuk az etikai szabályok és normáknak a betartását, valamint legyen az új alapszabályban világos, egyértelmű elvárás a teljesítményértékeléshez, a számonkérhetőséghez, a pártgazdálkodáshoz és a tagdíjfizetés reformjához vezető előírásoknak az elfogadása.